Jó estét kívánok! Nagy péntek van, ami idén április 2-ára esik, ami az autizmussal élők világnapja. Mindkét téma kellően fontos ahhoz, hogy legalább szó essék róla így a műsor elején. Mielőtt a kőkemény politikára rátérünk, Miketz Dániellel, a Republikon Intézet vezető kutatójával, jó estét kívánok, és Vasali Zoltánnal, az IDEA Intézet elemzőjével. Jó estét! Hát kezdjük talán avval a kampánnyal, amit Hollik István ma délelőtt belengetett. Ugye a Fidesz online kampányt indít, hogy meggyőzze az embereket, idézet következik, ne higgyenek az oltás ellenes baloldalnak, ezek Hollik István szavai. Közben pedig Áder János húsvéti üzenetében az van, hogy erkölcstelen, embertelen, elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben. Tud-e egyszerre igaz lenni ez a kettő? Hát annyiban igaz tud lenni, hogy nyilván Áder Jánosnak más a szerepe, mint köztársasági elnökként, tehát hogy őt ki is veszik általában ebben a csatározásokból, de érdekes. Most, mintha rárimmelne egyébként arra, hogy hát a baloldal oltás ellenességéről. Igen, de jelentősebb az talán, vagy hát ez valamennyire árnyalja, amit Orbán Viktor meg a mai reggeli rádió nyilatkozatában mondott, ami meg erősíti azt, ami készül ez az online kommunikáció a Fidesz szempontjából, hogy ott tulajdonképpen így azt vázolta fel, hogy a baloldal azért oltás ellenes, mert hogy mi nagyobb kárt akar okozni, hogy így tudjanak ők majd hatalomra jutni. Az látszik ebből, hogy a gyurcsányozás mellett akkor ez az oltás ellenesség lesz egy ilyen kommunikációs toposz. Ezt kívánják erősíteni, illetve az is még feltűnik ezekből a nyilatkozatokból, vagy ezekből a tervekből, hogy a Fidesz úgy jelenik meg ebben a helyzetben, ebben a szituációban, mint aki behozta az oltásokat, tehát mindenki foglalkozik azzal, hogy megelőzze a járványt, és ebben pedig a baloldal pedig épp az, hogy az oltás ellen van. És ezt is erősíti ezt egyébként, amit Orbán Viktor mondott, hogy nem a lezárás, hanem az oltás a fontos. Tehát itt minden akörül forog a kormányzati kommunikációban, hogy ők tudnak vakcinát szerezni, és ők azok, akik az oltás pártjában. A dolognak az első része vélhetően igaz, hiszen egy kormány van cselekvő helyzetben. Hát ki más tudna vakcinát behozni az országban? Ki más tudná megszervezni? Igen, tehát egyrészt a Danival teljesen egyetértek abban, hogy a Áder János hiába gondolja azt, hogy ez ilyen politikán felüli szerep, hogyha valaki beleszáll ebbe a különben politikai vitába. Tehát hogy szerintem ez egy ilyen szerepértelmezési probléma. A másik meg, amit talán a Dani kevésbé hangsúlyozott, hogy itt azért az elmúlt hetekben a járványkezelés hatékonyságával kapcsolatban van egy vita arról, hogy ki mennyi vakcinát hoz be, ez valóban egy kormányzati teljesítménynek a fokmérője lett, de hogy közben az egészségügyi rendszer mutatója az, hogy hányan halnak meg nap mint nap, és ebből van láthatóan egy álló háború a felek között. Ugye az első és a második hulláma a járványnak, az a kormányzati siker volt, ők legalábbis biztos, hogy annak definiálták. A sikernek van gazdája, tehát hogyha a harmadik hullám is sikeres lenne, akkor valószínűleg azt fel kell vállalni. Jelezze valamit az, hogy hát kezd felépülni egyfajta ilyen, ki a felelős azért a helyzetért, ami kialakult? Pontosan erről szól ez, tehát hogy tulajdonképpen a helyzetért, a halálozásokért azért a baloldal felelős, mert ők próbálták lebeszélni az oltásról a választókat. Tehát nagyjából így lehet összefoglalni azt, ami most majd következni fog, és valószínűleg elég sokáig ez lesz a kormányzati kommunikáció. Azt is lehet egyébként, arra is lehet számítani, hogy ez nem csak a Fidesz felületein fog megjelenni, hanem lesz erre utalás majd kormányzati felületeken is. Tehát akár nem csak online, de valamilyen plakátkampány is következhet ebből. Ami az egyébként azonban veszélyes lehet a Fidesznek, vagy ami miatt nem működhet olyan sikeresen ez a stratégia, az lehet, hogy pont azok a csoportok, amelyek nem regisztrálnak az oltásra, vagy akik jellemzőbb ez az oltás szkepticizmust, azok inkább jellemzően a Fidesznek a szavazói. Tehát ez nem olyan, mint a migráció, ahol az ő választóik nagyon fogékonyak voltak az üzenetre, és az üzeneten kívül még elértek olyanokat, illetve a választókon kívül elértek olyanokat, akik bizonytalanok. Itt most úgy néz ki a helyzet, hogy aki fogékonyabb lenne erre az üzenetre, tehát arra, hogy oltani kell, azok nem feltétlenül a Fidesz szimpatizánsai. Megint annyit tennék hozzá, hogy hát mutatja azt, hogy mennyire lenne differenciált vitát folytatni a felek között, amikor valaki csak arra hívja fel a figyelmet, hogy van egy-két olyan vakcina, amit már lehet, hogy használunk, és minden vakcina jó, de hogy ettől függetlenül mondjuk az ellenzék kötötte heteken keresztül az Európai Gyógyszerügynökségnek az igazolásához, ennek a, hogy mondjam, a legitimitását. És pont ezt kérdeztem volna, hogy véleményetek szerint egyébként van-e felelőssége az ellenzéknek? Tehát most túl azon, hogy ami a politikai kommunikáció, de hogy történtek-e olyan
megnyilvánulások, véleményformálások, amik legalábbis kétségesé, vagy elbizonytalaníthattak. Hangsúlyok voltak az elmúlt hetekben, amiket mindenki máshova tett. Tehát, hogy valóban ezt a kockázatot, vagy ezt a bizonytalanságot erre az ellenzék fölhívta a figyelmet, de ez nem egyen, tehát nem célom persze ilyen szempontból pusztán megvédeni az ellenzék álláspontját, de hogy ez csak egy olyan dilemmát próbált meg felhozni, ami egy valós kockázat. Tehát, hogy ugye még a két érintett vakcinával kapcsolatban most már vannak vizsgálati eredmények, talán alakul valami, de ez a kockázat még mindig fent áll. A felelős ellenzékiségben szerintetek belefér az, hogy ilyen dilemmákat, kockázatokat megfogalmaznak? Ami megfogalmazott kockázat, az elsősorban egy olyan értelmezés volt, hogy akkor európai, tehát nyugati, vagy engedélyezett, keleti. Vagy európai igen. Engedéllyel nem bíró. Pontosan, és elsősorban a DK volt az, aki aláírást is gyűjtött erre, hogy akkor azokat a vakcinákat használják nálunk is, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez. Tehát és a DK-ra jellemző ez a mi vagyunk az európai magyarok, ugye így van egy ilyen kampányuk is, tehát hogy ők ebben gondolkodtak, és ebbe tették bele ezt az ügyet, és ezt köszön vissza abba, vagy erre hivatkozik a kormány akkor, amikor oltásállás baloldalról beszél. Ugye az kiderült a miniszterelnök ma reggeli interjújában, hogy eltökélt az április 19-i nyitás mellett, legalábbis, hogy az iskolák azok induljanak el. Hogy látjátok, hogy ez gazdasági kényszerhelyzet, vagy politikai kényszerhelyzet? Tehát a Fidesz van kényszerhelyzetben, hogy most már valamit lépni kell, vagy pedig ezt a gazdaság követeli ki? Több szintű kényszerhelyzet van egyrészt, már csak az iskolanyitásnál is lehet látni, hogy a családok fogynak a szabadságból, az online oktatás, főleg ennél a generációnál, vagy ennél a korosztálynál nehezebben kivitelezhető, tehát valószínűleg a Fideszhez is eljutnak olyan hangok, ami már a korábbi hullámok alatt is megfogalmazott, és volt egy ilyen társadalmi nyomás, hogy minél korábban legyen egy felelős nyitás kvázi. Tehát a Fidesz ilyen szempontból egy nyomás alatt van, de hogyha nézzük azokat az orvosi szakértőket, ma reggel az ATV stúdiójában is volt egy nagyon markáns félemény, aki bemondogat ilyen számokat, aztán tologatja, majd újabb számokat mond, az egy politikai kommunikációt folytat, de hát ennek a realitásait most így per pillanat nagyon nehéz megítélni. Igen, csak nem dolga mondjuk egy kormányfőnek az, hogy valamiféle vízió, tehát hogy ne a jelenben nézzen, hanem mondjuk a jövőbe. Ami azt jelenti, hogy mondjuk Orbán Viktor már a nyitáson töri a fejét. Hát a politikusok mindig a jövőben néznek, hiszen mindig van egy választás, amit meg szeretnének nyerni. Az látszik ebben, ami most történik, hogy a Fideszre jellemző közvélemény alapú kormányzásnak itt jelennek meg a hátrányai, hiszen azért általában az jellemző, hogy a társadalmi attitűdök azok nem változnak gyakran, a hosszú távon változnak, viszont a szokások is inkább középtávon változnak, például mondjuk egy vasárnapi bolt bezárása, az emberek azt mondják, hogy ők hozzászoktak ahhoz, hogy vasárnap vásárolnak. Most viszont, amikor megjelennek olyan borzasztó halálozási adatok, amelyekről olvashattunk márciusban, azok az adatok, amelyeket korábban felvettek, és inkább arra mutattak, hogy sokan szeretnék a nyitást, ezek az attitűdök nagyon gyorsan megváltozhatnak. Tehát ilyen szempontból egy kormány akkor jár el felelősen, hogyha nem a közvéleménykutatásokra hagyatkozik, hanem arra, amit akár a járványügyi szakemberek is elmondanak, hogy miért van szükség a lezárásra. Ráadásul látjátok, hogy működhet-e egyébként egy ilyen az oltás ellenes hangulatért az ellenzéket felelőssé tevő kampány. Tehát, hogyha mindenkinek van személyes tapasztalata, tehát mindenki el tudja dönteni, hogy őt lebeszélte az ellenzék az oltásról, vagy pedig regisztrált, majd heteken keresztül nem történt semmi, nem tudta, hogy az oltási tervben hol szerepel, sokat kellett várni, sokat kellett sorbálni, tehát hogy ehhez nem kell feltétlenül plakátkampány, velünk történik. Mindenki eldöntheti, hogy mennyire volt professzionális az egész. Az, hogyha a Fidesz ez következetesen ragaszkodik, tehát lesz egy ilyen ellenzéket hibáztató heteken keresztül még tartó kampány, az a saját bázisát megerősítheti. Én nem hiszem, hogy az ellenzékben ez olyan problémákat generálna, hogy emiatt mondjuk pár hét múlva egy kutatásban mondjuk csökkenést láthatnánk. Ez is egy kockázat, ez az egyik. A másik pedig, hogy kétségtelen tény, hogy az ellenzék olyan helyzetbe került, amikor most már használja az ellenzéki párt tagjának többsége is a vakcinát, meg az ellenzék politikai vezető, hogy hát korábban ők is a kockázatra hívták fel a figyelmet, tehát ők nekik viszont ezt a csavart kell valahogy úgy megoldani, hogy ebből úgy jöjjenek ki, hogy ne igazolják a Fidesz állításait. Szerintem még egy témát tudunk behozni, ez a bizonyos online előválasztó, ahol most egy törésvonal mutatkozik. Talán a legmarkánsabb az a DK és a szocialisták versus ugye a Jobbik és a Momentum. Egyrészt egyetértetek ezzel, másrészt vajon mi okozza, tehát ez egyfajta
digitális benszülött versus digitális bevándorló, kinek kikből áll a szavazótábora? Hát persze. Ez lenne a megfejtés? Biztos, hogy a háttérben az van, hogy védi mind a hat szereplő a saját táborát, hogy milyen hozzáférései vannak. Az kétségtelen tény, hogy azért a múltkori előválasztásnak a sikere, akár a személyes sikere azért az mindenképpen egyértelmű, a mozgósító hatása is elismert volt. Az, hogy ezt most onlineban mennyire lehetne a dinamikáját növelni, az egy érthető, hogy ez a két párthoz kötődik, hogy ők ezt az álláspontot próbálják a szövetségeseikkel elfogadtatni. Volt ez már a vita a főpolgármesteri előválasztásnál is, ott is szintén a Momentum szerette volna azt, hogy akkor legyen, nem csak az, hogy online lehessen szavazni, online lehessen regisztrálni. Ez a kérdés az, hogy akkor sokan azt mondják, hogy akkor az nem biztonságos az, hogyha nem ellenőrizhető a regisztráció. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül arról van az, hogy Magyarországon azért jellemző az, hogy az idősebbek is ott vannak a neten, tehát ez nem lenne probléma, azért olyan az internetpenetráció, hogy ez főleg aki megjelenik egy előválasztáson, egyébként is egy aktívabb állampolgár, rájuk pedig jellemző, hogy magasabb státuszok, ott pedig van internet előfizetés. Itt az lehet fontosabb a Momentum és a Jobbik számára, hogy a külföldön élő dolgozó, vagy ott tanuló ellenzékiek, azok tudnak-e, vagy nem tudnak-e online szavazni. Azt gondolják, hogy nekik ott sokkal nagyobb tartalékuk van, sokkal több támogatójuk van. A kutatások egyébként ezt mutatták valóban, hogy azért a fiatalok között a Momentum és a Jobbik erősebb. Ez egy létező tartalék. Egy online szavazás legalábbis elfben meghekkelhető. Tehát ugye megtörténhet az, hogy a szavazás végeredményeként kijön egy olyan miniszterelnök jelölt, aki a Fidesznek semmiféle akadályt nem jelent. Nem lehet, hogy ettől tartanak-e? Hát én eddig a nyilatkozatokban nem láttam ezt a fajta félelmet, lehet, hogy a háttérben ez van, de hogy a hack inkább szerintem minden, akik a rendszer... Amerikai elnök választásba bele tudtak nyúlni az orosz titkosszolgálatokat. De akkor milyen szinten tudnánk egy magyar előválasztásnál egy ilyen biztonsági kockázatot ennél jobban kezelni? Hát mondjuk úgy, hogyha nem online. Igen, kétségtelen tény, de viszont láthatóan most már 2021-ben túl sok választót zárnánk ki ebből a folyamatból, amit viszont a szereplők többsége nem támogat. Dani? És a kérdés az, hogy nem egyszerű a dolga annak a fideszes, nem tudom, spin doktornak megmondani azt, hogy akkor ki a könnyebb miniszterelnök jelölt a Fidesz számára? Tehát kivel szemben tud ő könnyebben nyerni? Nem tudnak... Hát aki a legkevésbé alkalmas integrálni. És ezt csak honnan tudják eldönteni? Az nem tud integrálni, aki tegyük fel mondjuk a DK jelöltje, de mégiscsak az a legnagyobb ellenzéki párt. Tehát már valami szinten integrálni. Szerint, vagy valaki, valahol nem, vagy akkor az nem tud integrálni, esetleg aki nem népszerű, de akkor mégiscsak bárnak mögéjük. Ha meg azt mutatják a kutatások, hogy valaki nagyon alacsony van, és aztán mégiscsak megnyeri, akkor meg felmerül az, hogy akkor valóban itt belenyúltak a rendszerbe. Tehát azért itt szerintem sokkal több a kockázata. De az, hogyha kiderül, hogy a Fidesz belenyúlt az előválasztásba, az meg egy óriási politikai veszteség nekik. Igen, az időintézet is mérte ezt nem olyan rég, és hogy azért lehet látni azt, hogy pont talán a Jobbik vezetőjének az előretörése az is meglepetést okozhat. Tehát az, hogyha valóban, hogy egy fideszesek erre próbálnak valamilyen stratégiát kialakítani, akkor az még elég nehézkes. Köszönöm szépen Miketz Dánielnek és Vasali Zoltánnak a beszélgetést.